Gac! Vannak itt egy autó, nem akarom mutatni a rendszámtáblát, szóval... Na mindegy, szóval mesélni valam van még hozzá az, hogy adott egy telek, meg kell csinálni, mert nagyon jó műhelynek, és még tél előtt szeretnék végezni, ami nem biztos, hogy meg lesz sajnos, de minél hamarabb szeretnék elintézni minden. Így hát sietni fogok azzal, hogy végezzek. Hát azon a telken, ugye, akkor nem csak autót tudunk csinálni, hanem mást is, mert hanem jó kis projekteket ott össze tudunk dobni, meg tudunk csinálni. Szóval igazából egy nagyon jó kis telek, egy kis házzal rajta. Csak meg kell csinálni műhelyként, illetve hogy ott lehessem lenni, mert most nincs valami jó állapotban. Szóval ezen dolgozok most úgy nagyon, és meglátjuk, hogy mire jutunk. Látható, ezt nagyon is fel kell újítani. Nem baj, megvannak már a tervek. Ezt fogjuk felújítani. A lényeg annyi, hogy először is ezt a kis oldalfalat be kell tömni, mert először ugye úgy volt, hogy itt rohadtul nem volt fal, és ez a fából készült fal sem, ez az ajtó sem volt, ablakok meg főleg nem voltak, szóval itt egy teljesen üres tér volt, és amint ez így teljesen meg lesz csinálva, akkor ugye ki tudjuk takarítani ezt a helyet, mert különben hiába takarítanánk ki, ugye a szél meg az eső behozza, és akkor itten egyéb kis projekteket meg fogunk tudni csinálni, vagy akár nem kicsi, hanem nagyobb projekteket is, mert azért van itt bőven hely, illetve kint az udvaron is. Csak előtte meg kell csinálni. Igen, ott egy macska. Szóval úgy terveztem, hogy a kerítés mellé bokrokat csinálok, és akkor azok is úgymond kerítésként is szolgálnak, illetve nem fogja látni mindenki, hogy akkor milyen projekt készül itt a telken. Menjünk ki, nézzük meg milyen kint. Induljunk hát. Na üdvözlet! Itt vagyunk a műhelyben, ahol a vadonatúj felliket és tárcsákat megnézzük. És persze, hogy nem hoztam kést. Mi mindenre képes egy rozsdás szög? Szóval egy ilyesfajta tárcsa lesz az autón. Ezt néztem ki legjobbnak. Nagyon szép, gyönyörű. Szóval ezek lesznek felpakolva az autóra. Távolról is. Talán. Oké, tudjuk, hogy minden egy tárcsa megvan, és mindegyik nagyon szép és jó állapotú. Most nézzük meg a felniket. Látható, hogy itt már nem ragasztás van, mondjuk, de az is van, de hát itt elég komoly dolgok vannak, szerintem a szög nem fogunk nekünk segíteni ebben a helyzetben, szóval kicselezzük valahogy. Meg is volnánk. Kell a szög. Nézzük, hogy azt kaptuk-e, amit vártunk. És valóban, hú de, poros meg minden. Hát láttunk pár doboz darabot rajta, ezt leseperjük, hip-hop, de láthatjuk, hogy gyönyörű állapotban van, nagyon szépen meg van festve. Szóval, egy macska bemászott az autóm alá.
Mindig átjön erre a telekre a szomszédnek a macskája. Na de akkor el is mondanám a végszókat, hogy mégis mi változott, mi fog változni, stb. Annyira rossz itt tartani a kamerát, de... Na de akkor, ami változott az elmúlt egy hónapban, az nem más, mint hogy ugye ritkán vannak videók. Csinálnék én videókat, csak nem tudom miről, de amúgy lesz tervem, hogy miről, nem gameplay. Mármint nem igazán van már kedvem játszani és azt levideózni, hogy játszok, mert annak semmi értelme, legalábbis szerintem, na mindegy. Szóval ritkán lesznek ilyen videók, főleg ilyen gameplay videók. Nyilván lesz, hogyha van kedvem játszani, vagy csak chillezni akarok. De a lényeg, hogy ritkábban vannak videók, azért mert nem nagyon láttam annak értelmét, hogy 0-24, ami nem 0-24, de napi 6 órát ölök bele egy videóban naponta, és akkor naponta van videó, és akkor jéj, lettek terveim, és lettek különböző projekteim, amiket meg akarok ugye valósítani, ezt mondtam előbb, ahogy felkelek. Nem leülök a gép elé játszani, meg videót nézni, meg zenét hallgatni, meg aztán buliban, meg minden, hanem vagy tanulok, vagy a projektemen dolgozok, és ja, mindig csinálok valamit. Mint például tegnap megoldottam azt, hogy lássam a Linuxon, hogy mi történik, ugye, hogy már kell egy kijelző, ugye, hogy lássam, hogy fut-e a kód, vagy hogy el tudjam indítani a kódot, vagy hogy épp hogy bele tudjak nyomni a gépbe, hogy a szervergépbe, hogyha valami van. De ehhez nem akartam ugye egy egész monitort áldozni, ezért fogtam a régi tabletem, ami az a gondja, hogy ugye folyton lemerül. Ezt úgy kell elképzelni, hogy rádugott töltőre 100%-on van, leveszett töltőről 0%-on van. Ámén valameddig bírja, de nem is ez a lényeg, hanem hogy ezt a régi tabletet, amit amúgy sem használtam, összekötöttem a gépemmel úgy, hogy látom, hogy mi történik a Linuxos gépen, és nincs monitor hozzákötve, csak a tablet, és látom, hogy mi történik a gépen. Ezzel kb. 12 órát szívtam, szóval volt napi dolgom, illetve van egy projektem méghozzá az, hogy... Ne ugassál már! Kurva életbe. Na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy egy saját áramkört szeretnék kiépíteni egy projektemhez. Az egyik kedvenc projektem lesz, amin nagyon sokat fogok dolgozni, és minden nap ezen dolgozok igazából, hogy ez sikerüljön, és tök jó legyen, és eddig nagyon jól haladok. Szóval, ja, minden nap ezt csinálom igazából, meg tanulok fizikát, matekot, meg beprogramozok egy-két dolgot, ja, illetve, hogy ugye a Discord szerveren ugye letiltottam azt, hogy tudjatok képet küldeni, ennek is megvan az oka, viszont jó párszor már mondtátok, hogy mikor lehet képet küldeni, nos, ezt is limitálni szeretném, hogy mennyi képet lehet küldeni naponta, stb. Stb. Ez viszont meg kell írnom egy kódot a Discord botomba, és ja, ezt hamarosan meg fogom tenni, szóval fogtok tudni képet küldeni egy adott szobába. Illetve szeretnék elkezdeni az autómon is dolgozni, mármint megcsinálni a rajta lévő hibákat, stb. Hamarosan lesznek videók a másik csatornán, ahol ugye az ilyen javítós, autójavítós videókat tervezem. Illetve rengeteg időt töltök a projekteimmel, hogy végezzek velük, stb. Mert nagyon jó kis ötleteim vannak, kis terveim, amiket mindenképp meg akarok valósítani, mert ha megvalósulnak, akkor mennyire király lesz már, hogy lesz egy saját alaplapom, illetve egyéb ilyen kis projektek, ami tök jó. Napomból kiszorítottam csak 2 órát, de nem baj. Szóval lesz napi 2 órám, hogy valamilyen videó ötletet összedobjak. Ez nem azt jelenti, hogy naponta lesz videó, hanem azt, hogy valamennyi naponta lesz videó, és nem lesz videó, hogyha nem tudom, miről csinálják videót. Na és akkor végszóként pedig a legfontosabb, hogy amennyiben szeretnétek látni ezt a felnit az autón, akkor kövessetek Instagramon, ugyanis kb. 2 hét múlva fogok képet kirakni az autóról, ahogy már az új felnikkel és a szép új tárcsákkal gyönyörködik. Szóval kövessetek Instagramon, hogyha mindenképp szeretnétek látni ilyen egyéb behind the scenes, vagy ilyesmi képeket, amit vagy nem mutatok meg videókba, vagy előbb mutatok meg Instagramon, mint videókba, akkor csekkoljátok le a Instagramot, illetve a Discord szerveren folyamatosan mindenkit értesítek, hogyha új videó van, illetve nem csak az, hanem ott egy kisebb, aranyos kis közösséget alkotunk, ahol mindenki kedves mindenkivel. Amennyiben bármi rosszat teszel, nem gondolkodok, bant kapsz örökre. Na de ja, akkor már ennyi, pontosabban a
erre a hónapra ennyi a havivlogról. Találkozunk egy hónap múlva a havivlogba, de nyilván lesz más videó addig. Szóval találkozunk legközelebb. Na, sziasztok! Make the streams louder.